Sziasztok! Már egy nagy, illetve hát számomra nagy hol videóval érkeztem nektek. Idézőjeles hol, mivel vannak benne olyan dolgok is, amiket nem vettem, hanem kaptam, például egy avonos csomag, de vannak benne rendelt és vett dolgok is, úgyhogy kezdjük. Először a teljesen random dolgokkal kezdem. Volt nekem már egy ilyen papucsom, csak piros. Mondjátok meg, hogy ennek mi a neve, mert fogalmam nincs. Hát nem egy olyan divat papucs, hogy úgy mondjam, de engem nem nagyon érdekel, itthonra teljesen jó, nagyon kényelmes. Mint már egy-két videóban nektek kiderült, hogy egy D-fanatikus vagyok. Múltkor voltam a Libriben, és mit találtam? Muszáj volt elhoznom. Elkezdtem olvasni, az első fejezeten túl vagyok. Imádom! Nagyon szuper könyv rajongóknak mindenképp ajánlom. Én alig várom, hogy folytathassam. A Facebook oldalon kérdeztem tőletek, hogy szeretnétek-e még látni a vonos videókat. Azóta jött egy pár csomagom, de nem nagyon érdekelt titeket ez a téma. Most viszont elég sokan kértétek, úgyhogy jött is csomag, és miért is ne? Az első termék egy keratinos hajápoló balzsam, nem kell kimosni. Egyszer kipróbáltam, pont ma. Eddig nagyon tetszik. Egyébként olyan kicsit gyógyszeres illata van, de engem nagyon nem érdekel az illata, a hatása legyen jó, segítsen az öntöredezett hajamon, és akkor teljesen megbékélek az illatával. Pumpás, úgyhogy könnyű adagolni, nem kell így kinyomni. Eddig tetszik, bár nem tudom még nagyon, hogy milyen a hatása, majd meglátjuk. Ilyenről még ugyan nem hallottam, de ezek szerint már van ilyen is. Ez egy olyan testápoló a Planet Spa termékcsalád részlegből, ami fújós, tehát nem a szokásos kenegetős, vagy akár test vagy testápoló, hanem spray. Izgulok, hogy milyen lehet. Az illata nagyon tetszik, egy kicsit erősebb, fűszeres, kicsit savanykás, de mégis édes illata van. Akinek megvan a City Rush nevű parfüm, én ahhoz tudnám hasonlítani, bár lehet, hogy valakinek teljesen különbözik a két illat, nekem ahhoz hasonlít. Mintha tudták volna, hogy kifagyok arcmaszkból, jött egy ilyesmi is. 75 ml, a szokásos avonos adagolója van. Ennek is az a City Rush parfümös illata van, bár lehet ez is, hogy egyéntől függ, én ahhoz tudom megint csak hasonlítani. A nagy termékek sora kezdődik. Úristen, mekkora! 200 ml-es testradír. A hatására kíváncsi vagyok, megszabláztam már, mikor megkaptam. Ugyanolyan illata van szerintem, mint a többi cuccnak. Nagyon várom, hogy használhassam. Van egy énekesnő, azt hiszem Fergie-nek kell mondani a nevét, fogalmam nincs, nem nagyon követem, de neki jelent meg egy új parfümje. Amikor megláttam ezt a dobozt vagy üveget, úristen, annyira, annyira szép, és az illata egy igazi fűszeres, erős illat. Szerintem osztályban ne nagyon, egyébként ilyen sétákra, vacsorákhoz ilyesmire tökéletes. Amikor megláttam ezt a dobozt, kicsit megijedtem, hogy mi lehet ilyen nagy. Aztán múltkor jártam a Body Shopban, és akartam venni egy testvajat, de valami folytán tudtam, hogy nem szabad megvenni, mert kaptam egyet, ezt megmutatom, hihetetlenül aranyos a doboza, olyasmi, mint egy kis befőttes üveg, ami régen volt. Ez is a Planet Spa-nak a terméke, és így. Így. Kell kinyitni. Tényleg vaj állaga van, úgyhogy ezt nem tudom kiborítani, bármennyire is szeretné egy-két ember. Annyira imádom, hogy nem olyan illata van, hogy jövök, és testápoló, hanem csak egy ilyen teljesen natúr illata van. És még jött a katalógus is, a következő. Ezt is megnéztem. Teljesen rendben van, nekem nagyon tetszik. Az avonos kis dobozkám kiürült. Most pedig jöhet egy rendelés. Ezt a rendelést az Új Hullám Fodrászkellékek webáruházban tettem meg. Nagyon szuperek a cuccok, amiket rendeltem, mindenképpen megéri onnan venni dolgokat. A linket az infodobozban megtaláljátok. Az egyik a Kallosnak, ez a hajvégápoló szérumja.
pumpás. Ezt is kipróbáltam már ma reggel így hajmosás után. Nagyon tetszik, hogy ilyen gél állaga van, és szerintem biztos, hogy hatásos lesz. Valahogy előre megéreztem, hogy ez most hatásos lesz. Remélem is. Azt írja, hogy igénybe vett és töredezett hajra való, úgyhogy semmiképp se a hajtövekhez masszírozzátok be, mert akkor borzasztóan zsíros lesz a hajatok, vagy ide a hajhozra, hanem a haj végekbe dörzsöljétek bele, vagy hát oda tegyétek rá. Amiért leadtam a rendelést, ahhoz vettem még egy hajgöndörítő krémet, azt hiszem így hívják. Elvileg nem kell kimosni, úgy kell elméletileg használni, hogy így kicsavarjuk, és aztán megnyomjuk. Bár az nem biztos, mert még nem használtam. 200 ml elég sokáig elég lesz, ha jó lesz a használata, akkor nagyon örülök, hogy 200 ml, ha viszont nem, akkor annyi nem, mert el kell használni. Amiért végül is ment a rendelés, elányok, írjátok meg, hogy ezt hogy hívják, mert fogalmam nincs. A webshopba hajnudlit írtak, bár nem hiszem, hogy ez az eredeti neve, hogy hajnudli. Ezek a kis szivacsos, göndörítő aranyoskák. Ők is kellenek majd az első hajgöndörítős videómhoz, ami hő nélkül lesz. Ugye van benne egy drót, amit így el lehet hajlítani. Lehet többféle átmérőbe kapni, hogy másféle göndörségeket kapjunk, és másféle hosszabbba, tehát lehet például azt hiszem így, hogy ketté van egy ilyen vágva, vagy inkább ekkora. Én a leghosszabbat választottam, ugye, mert nekem alapból is hosszú a hajam. 10 darab van benne, én 8-szor göndörítettem a hajam. A Facebook oldalra tettem ki erről egy képet. Ennyi lett volna ez a haul videó, idézőjeles haul videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, akár írjatok kommentet is, hogy ti miket vettetek mostanában. Küldjetek nyugodtan képet Instagramra, hogyha van kedvetek. Egyébként a nyaralásról találtok ott képeket. És köszi, hogy megnéztetek. Sziasztok!